Ezúttal a fordulatban nem volt hiány a hazai mérkőzésen, hiszen a vendégek már 9-3 arányban is vezettek, ezt követően magabiztosan nyertünk. Hát gondolom a lányok megbeszélték az öltözőben, hogy kedveskednek nekem egy kis Mikulás napi meglepetéssel. Gondolom ezt is megbeszélték, hogy 9-3-ig hagyják az ellenfelet. Persze én közben ugye 100 évet öregettem körülbelül, de aztán nagyon szépen sebességet váltottunk. Az biztos, hogy a nagyon jótékony hatása volt a csapatra a Szabadosi Baja, illetve a titkos fegyverünk a Betty beállás, ugye Betty sérült volt, úgyhogy erre a meccsre vette le a gipszet a kezéről, reméljük az orvos ezt nem látja, nem hallja. És hát megnyugodtak a lányok, látták, hogy van erő a csapatban, van potenciál, elkezdtünk végre védekezni, és akkor így sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Nagyon hamar időt kért a mester. Mi hangzott el ekkor? Hát igen, mert ugye megbeszéltük, hogy végre egyszer hazipályán illene ugye egy ilyen csapat ellen erősebben kezdeni, tehát nem mi szaladjunk az eredmény után. Természetesen, ugye ez fordítva volt, hát elmondtam, hogy nem ezt beszéltük meg, lehet, hogy nem ilyen finom szavakkal, próbáljunk jobban odafigyelni, jobban pörögni, két olyan szabaddobás gólt kaptunk, ahol még föl se álltunk, tehát még el se jutott a tudatunkig, hogy talán, hogy szabaddobás van. Úgyhogy úgy láttam, hogy nem nagyon voltunk ott fejbe, de aztán hál' Istennek ráhangolódtunk a meccsre, és így sikerült nyernünk. Az első helyről várjuk a folytatást. Számítottak-e ilyen előkelő pozícióra a szezon előtt? Hát abszolút nem. Hát ez tulajdonképpen egy álom. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt senki nem várt el tőlünk, én se vártam a lányoktól. Azt beszélgettük, hogy jó lenne az első hatba végezni, de így, hogy fél időben mi legyünk a listavezetők, tehát ez abszolút meg se fordult a fejembe. Mintha az öltözőben maradt volna a csapat az első néhány percben. Hát igen, az első néhány percben a védekezés annyira nem működött, de azt hiszem, hogy azért bejelöltünk köszönhetően a szurkoló csapatnak. Nagyon a védekezés azért a végére már szerintem jó lett. 9-3 arányban is vezetett az ellenfél, akkor, amikor Szabadosi Baja, illetve te is pályára léptél, és többek között a te védéseidnek, illetve az ő góljainak köszönhetően is sikerült fölényesen nyerni. Hát, nekem az elején nagyon nem ment, bele kellett rázódnom azért a mérkőzésbe. Hát igen, Ibolya tényleg látszik rajta, hogy van kézlabdás múltja. Szerintem biztos, hogy ha nem lenne, szerintem ez a meccs most nem adott volna lendületet a csapatnak, és nem azt mondom, hogy nem nyerünk, biztos, hogy nyerünk, de nem ennyivel, hanem kevesebbel. Tudatosult-e már bennetek az, hogy az első helyen várjátok a folytatást? Beszéd téma ez az öltözőben. Hát igen, ez beszéd téma volt az öltözőben, de izgultunk is, de azt hiszem, hogy nem úgy jártunk hozzá, hogy most, ha mi most nem, vagy ha mi most megnyerjük, akkor bajnokok vagyunk, mert még nem vagyunk bajnokok, majd az őszi vagy a tavaszi forduló után leszünk bajnokok, ha megnyerjük, de ez még a jövő zenéje. Néhány mérkőzés kihagytás sérülés miatt, most azonban, ha jól tudom, az orvosod továbbra sem engedte volna a játékot, de saját felelősségre vállaltad a játékot. Ez így van, tehát most vagyok a negyedik hétben, és úgy beszéltünk meg, hogy 5 hét, amíg a gipsz rajtam lesz. Én a saját felelősségre vettem le. Tudtam, hogy védekezésben én ezt megbeszéltem az elején Karcsi bácsival, hogy nem fogok védekezni, hanem csak támadásba. És úgy érzem, hogy kellett is ez a úgymond plusz lendület a csapatnak. Ő még Kata a védekezésben, legalább csak ő pedig arra tudott koncentrálni. Én pedig csak a támadásra, és szerintem ez jót is tett, adott egy lendületet a csapatnak. Szerinted mi az oka annak, hogy hazai pályán rendre gyengébben kezdtek, megadjátok a tiszteletet az ellenfélnek? Igen, ez mindig, amikor hazai pályán, mielőtt van a megbeszélés, mindig megbeszéljük, és mindig az adás, hogy ne aludjunk el. Tehát ez mindig lesz, hogy ez, ne aludjunk el, és próbáljunk felpörögni. Hát ez nem sikerült most se, pedig ez az egyetlen egy célkitűzés volt, hogy tényleg ne aludjunk be, úgyhogy ennek az okát még kerestük mindig is, de még mindig arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel gyengébb csapat ellen megint, mivel a Derecske is azért, meg a Ózzállán játszottunk, igen, bealudtunk. És a védekezés, és mindig az az alap, hogy a jó védekezésből tudunk indulni, és tudunk lerohanni, és tudjuk fárasztani az ellenfelet, mert nekünk ez úgymond a stratégiánk. Már említetted a célkitűzés szezon előtt, hova vártátok a csapatot?
Hát szezon előtt szerintem ezt senki nem gondolta volna, még álmában se, hogy mi az első helyen fogunk találni. Nagyon jó érzés, és főleg úgy, hogy tavaly tényleg megyében voltunk, megyei elsőjét megszereztük, és szerintem senki nem gondolta volna, hogy egy megyei csapat feljut MB2-ben, és MB2-ben az első helyen talál. Ez számunkra nagyon nagy élmény, főleg egy ilyen csarnokban játszani, egy ilyen hazai közönség előtt, egy ilyen szurkolók előtt játszani, akik tényleg egy nyolcadik emberként játszanak. Nyolcadik? Igen. És tényleg ez nagyon jó. Mi ilyet, amikor még a megyében bitumenen játszottunk, mi ilyet sose éltünk át. És nekünk ez nagyon nagy élmény, hogy ilyen közönség előtt játszhatunk. Te már a tapasztaltabb játékosok közé tartozol. Most mennyire tartod erősnek a csapatot a korábbiakhoz képest? Túl vagyunk egy nyári alapozáson, ami ugyebár tényleg nagyon erős volt. Kunszentmártonban edzőtáboroztunk. Ott az egy hetet, ott napi kettőben megnyomtuk, és ugyebár hétköznap pedig heti négyszer edzettünk mindig. Nekünk egy volt nehéz, amit meg kellett szoknunk, a nagy pályát. Mi eddig ugyebár a régi csarnokban kis pályán voltunk, és amikor nagy teret kaptunk, azért teljesen más volt. Itt azért nekünk meg kellett szokni, hogy rendre minden edzésen elfáradtunk. És ez nekünk hozzá kellett szokni, de úgy gondolom, hogy nekünk itt az MB2-ben is nagyon nagy előnyünk, hogy fizikálisan nagyon ott vagyunk. És ha 60 percet kell végigfutnunk, akkor 60 percet végigfutunk, és az ellenfelet ezzel lefárasztjuk. Nekünk tényleg az a nagy előnyünk, hogy egy jó védekezésből tudjunk indulni, támadni és az ellenfelet fárasztani. A téli felkészülési időszakban elő szokott jönni az, hogy esetleg igazolni egy-két embert, vagy lesz-e távozó a csapatban. Van-e szerinted hiányposzt? Nem. Tehát én úgy gondolom, hogy itt érkező távozó játékos sem lesz most. Én úgy gondolom, hogy teljesen egyben van, nekünk nagy előnyünk ez is, hogy csapategység megvan. Mi évek óta együtt játszunk, érezzük a rezzenésünket, már a rezzenésből érezzük egymást, hogy mikor, hova passzol, ki passzol, és nekünk ez tényleg hatalmas előny itt ebben az MB2-ben. Erre a keretre építünk, illetve a németi Ági kapusunkat, aki már jár egy ideje hozzánk, őt szeretnénk azért leigazolni, bár kapus posztomba azért jó teljesítettünk, de úgy gondolom, hogy jó kapusból sosem árt, elég. Hát igazából nem. Hát ha valaki bejelentkezne, mondjuk egy Lőke szintű játékos, vagy egy Amorim, hogy szívesen leigazolnánk, de majd ezt meglátjuk. Úgy tudom, hogy jövő héten még háromszor edzünk, és utána való héten még kettőt fogunk edzeni, amíg ugyebár a téli szünet el nem kezdődik az iskolásoknak se. A téli felkészülés, hogy fog zajlani, azt még nem tudjuk. Az biztos, hogy holnap lesz egy ilyen csapatösszetartó buli. Mikulás napozunk egy kicsit, és ezzel is építjük azt a kapcsolatokat ki, hogy tényleg mi nagyon egy csapattá kovácsolódjunk.